A Szentendrei Dunakorzó szomszédságában álló mentőállomás épülete már hosszú ideje rendkívül rossz műszaki állapotban van. Kívülbelül romos, repett falak, málló vakolat, beázások, potyogó csempék, katasztrofális állapotú mosdók. A 12 települést ellátó 85-90 ezer ember életéért felelő mentősök itt próbálnak meg regenerálódni napi 12-24 órás szolgálatuk közben. A mentőállomás számára ideálisabb lett volna a 11-es főút mellett, vagy ahhoz közelebb elhelyezkedő ingatlan, ezért az országos mentőszolgálat telekcserét kezdeményezett az önkormányzatnál, azonban kétszeri próbálkozást követően 2017 őszén és 2020 nyarán sem sikerült ideális területet találni egy újonnan felépítendő mentőállomás számára. Vannak olyan fejlesztéseink, amelyek nem várhatnak tovább, ilyen a Szentendrei mentőállomás felújítása is. Az Országos Mentőszolgálat a helyreállítási alapprojektjei között szerepeltette a megújítást, így örömmel jelentem, örömmel jelentjük, hogy végre elindul a Szentendrei mentőállomás felújítása. Dr. Vitályos Eszter az Emberi Erőforrás Minisztériumának Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő, képviselőjelölt emlékeztetett. A magyar kormánynál elsőbséget élvez az országos mentőszolgálat fejlesztése, a mentőállomások felújítása és karbantartása, amelyek országosan jelenleg is folyamatosan zajlanak. A kormány döntése alapján a Szentendrei mentőállomás felújításának építésének előkészületei is megkezdődtek, amihez a tagállamok újra növekedési pályára állításához az Európai Unió által nyújtott helyreállítási alap segítségét veszik igénybe. A Szentendrei mentőállomás felújítása kapcsán is azt lehet látni, hogy 2017 óta dolgozott már a mentőszolgálat azon, hogy valamilyen módon lehetőséget teremtsenek a Szentendrei mentőállomás felújítására, hogy az áldatlan állapotot megszüntessék. Én örömmel jelentem, hogy közösen végre megtaláltuk a megoldást. 2016-ban elindítottuk, mára pedig elértük azt is, hogy Pest megye többször annyi uniós forráshoz jusson, mint a korábbi időszakban. Mindannyian tudjuk, hogy a koronavírus járvány mennyire megnehezítette az ország életét, mennyire megnehezítette a mindennapjainkat, és hogy tulajdonképpen az orvosok, az ápolóink és a mentős kollégák azok, akik ezekben az időszakokban is, vagy ebben az időszakban is példát mutattak, ők az igazi hősök. És az Európai Uniós alap, ez a helyreállítási alap pedig megadja azt a lehetőséget, hogy ezt a régi vágyat megvalósítsuk. Az Országos Mentőszolgálat 2021. augusztus 31-én nyújtotta be előpályázati anyagát az uniós helyreállítási alaphoz. A Szentendrei mentőállomás sorsa mára közel jutott a megoldáshoz. Dr. Csató Gábor, az OMS főigazgatója, gyorsan megvalósításra kerülő 21. századi színvonalon felújított mentőállomást ígért szentendrei bajtársainak. Az Országos Mentőszolgálat Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, mintegy 8500 mentődolgozó minden nap azon fáradozik, hogy azon a évi 1,2 millió bajbizottan tudjon segíteni, amit még a koronavírus járvány alatt további 1,7 millió mintavétellel és mintegy 250 ezer bajbizott koronavírus beteg kórházba szállításával is tetőztünk. A legnagyobb egészségügyi intézményként teljes országos lefedettséggel mintegy 256 mentőállomáson vagyunk jelen az országban. Az elmúlt 11 évben ebből több mint 100 mentőállomást felújítottunk, vagy újakat is építettünk. Nyilván el lehet azt gondolni, hogy 256 állomás esetében mindig van olyan hely, ahol egy festés vagy egy nagyobb, kisebb felújításra is szükség van. A szentendrei mentőállomásunk következik most ebben a sorban. Sajnos nem találtunk olyan telket, és nem tudtunk dőlőre jutni az önkormányzattal, hogy ezt a mentőállomást új helyre helyezzük át, így ezt a mentőállomást fogjuk itt felújítani, és olyan méltó körülményeket fogunk biztosítani a bajtársaimnak, ami az elkötelezett munkájuknak megfelel. Én nagyon köszönöm nekik azt a türelmet és azt a százados munkát, amit az elmúlt években is végeztek. Még egy nagyon kicsi türelmet kérek tőlük, és ígérem, és ígérjük államtitkár asszonnyal, hogy a legméltóbb 21. századi körülmények között lehetnek a következő évtizedekben is. Köszönöm szépen.